Az idei évben 6,7 millió tonna kukoricára lehet számítani, ami mintegy 2 millió tonnával kevesebb a múlt évi rekordtermésnél. A betakarításával az agrárgazdaságért felelős államtitkár tájékoztatása szerint egy-két napon belül végeznek is a gazdák. A napraforgót már betakarították, az átlagtermés hektáronként gyakorlatilag azonos a tavalyival. Összességében az őszi betakarítású növényekből ebben az évben valamivel több, mint 10 millió tonna termet, szemben a tavalyi 12,3 millió tonnával. Bács-Kiskun megyében a 2017-es őszi termés átlaghozama gyengébb volt a napraforgó és a kukorica tekintetében is, mint 2016-ban. Annak ellenére, hogy az országos termésátlag nem rekordértékű, azért az 5 éves átlagot meghaladta. A termésátlag nem csak hazánkban, hanem a teljes világpiacon, így az EU-ban is elmarad a tavalyi értékektől. Emiatt a világ gabona készletei az előző évihez képest csökkenni fognak. Aggódni azonban nem érdemes, hiszen az évvégi készletek még így is viszonylag magasnak mondhatók, ami az elmúlt 4 év készlethalmozódásából adódik. A termények árait a világpiac határozza meg. A nemzetközi piaci árak búzánál és kukoricánál is emelkedtek az utóbbi hetekben, ezzel együtt is az árak jellemzően 4-8%-kal az egy évvel ezelőtti szintek alatt állnak.